Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Új parancsnok mutatkozik be a Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezredénél. Ez is témánk lesz a mai alkalommal, de mutatjuk még, hogy mivel foglalkozunk. Segítség a pároknak. Meddőség kezelési szakambulancia nyílik Nyíregyházán. Hazámat szolgálom, új parancsnok a nyíregyházi ezrednél. Drágább lakhatás, ötödével emelkedhetnek a közös költségek. Fejlesztések Berkeszen, közösségi tér és tanösvény épül a községben. Meddőségkezelési szakambulanciát hoznak létre azon vármegyei kórházak nőgyógyászati osztályain, ahol jelenleg nem működik ilyen ellátás. Február 1-től újra kaphatnak segítséget a párok Nyíregyházán is. A cél, hogy a szakambulanciákon mind a nők, mind a férfiak vizsgálatai elvégezhetők legyenek, és a lombik eljárást leszámítva minden egyéb beavatkozás megtörténhessen. Nyíregyházán kb. 20 éve működik meddőségi szakrendelés, amely kb. Határozatok és átszervezés miatt kb. 3-4 éve centralizálásra került, magyarul be kellett zárni. Így alakult ki az a 8 centrum, ahol országban fogadnak meddőségi betegeket. Gyakorlatilag ez annyira tele vannak, hogy már a Debrecenben lévő, amelyek közel van hozzánk, ARC-nak hívják, asszisztált reprodukciós centrum, gyakorlatilag fél évet kell várni egy előjegyzésre, ezért döntöttek úgy, hogy akkor inkább megyei kórházakban is újra engedélyezik ezt a dolgot, melynek nagyon örültünk, fel vagyunk készül, még a eszközök is megvannak, szakorvosaink vannak, van olyan, aki endokrin szakvizsgálja és megvan hozzá, tehát teljesen fel vagyunk készülve, sőt egy nagyon jó kapcsolatunk van az ARC-szal, az azt jelenti, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy a int kivizsgált betegeket, vagy betegeket, pacienseket már azonnal viszik is Debrecenbe, és akár a lombikba vele tudják venni, illetve ha sikerült, és ott a már kis embrió, akkor tudjuk fogadni itt, és akkor tovább tudjuk követni. Tehát egy nagyon jó együttműködés lehetne kialakítani. Szerintem a megyei hölgyeknek, akik várandósok, azt tudni kell, hogy Magyarországon a pároknak kb. 20%-a, hát úgy mondjuk, hogy meddő, vagy nehezebben van terhessége, tehát igenis ez egy nagy óriási populációt jelent, akikkel kellene foglalkozni. A meddőségkezelést kezdjük azzal, hogy nem igazán betegség, ez egy állapot. Sok mindentől függ a hölgytől, függ a férfitől, és függ a kettő egymás közti, akár immunológiai vonatkozásától, tehát nem egy embernek a betegségéről van szó. A másik dolog az, hogy meddőséget egyáltalán kimondani különböző életkorokban azért másképpen mondunk, de maradjunk abban, hogyha egy évig fogamzás gátlás nélküli aktív nem éltetél valaki, és nem sikerült terhesség, akkor kimondható, hogy valamilyen beavatkozás, ellenőrzésre van szükség. Ez a meddőség, vagy sterilre sokkal jobban hangzik, tehát ilyen kivizsgálásnak érdemes elindulni. Természetesen egy közel 40 év körüli hölgynél ez nem kell egy évet várni, sokkal korábban léphetünk. A meddőségnek rengeteg oka van, aminek egy részét ismerjük, egy részét tudjuk vizsgálni, és van egy olyan óriási kör, aminek nem tudjuk az okát, nem lehet vizsgálni, és igazán, mikor ki is mutatjuk, ennek kezelése sem megoldott. Ezért az úgynevezett áthidaló megoldást javasolják, ez lehet az inszemináció, ez azt jelenti, hogy egy megfelelő időpontban, megfelelő módon felépített méh nyálkártyára a spermiumokat be lehet vezetni a kis kanülön. Egyébként ezt Nyíregyházán több százat csináltunk már itt. Lehet, hogy megint engedélyezni fogják, és akkor tudjuk végezni. A másik megoldás pedig az, hogyha ez sem alkalmazható, akkor a petesejtet leszívják, szó szerint peticsőszében megtermékenyítek, és egy osztódó állapotban helyezek vissza. Ez egy olyan több 100 millió forintos gépparkra van szükség, amit valóban Magyarországon egy pár centrumban, ez a 8 centrumban tudják elvégezni. Mindenki eltervező, hogy szeretne, hogy legyen utódja a gyereke, akkor úgy szeretne, az első alkalommal már, amikor megálmodja, akkor működőképes legyen. Jelenleg ismertek szerint ezen 10-15%-ban szokott csak sikerülni a sikeres terhességek esetében. Ez a következő hónapban másik 20%, és nagyon sokszor több hónapos próbálkozás
után jön össze, ennek rengeteg oka és problémái van. Ha valakinek nem sikerül az első alkalommal, hát a habitusától függően ezen meg fog egy kicsit ijedni, gondolkozik rajta. A legjobb ilyenkor nem megijedni, hanem szakemberhez fordulni, és vizsgálja ki. A kivizsgálással kapcsolatban nagyon sok minden lehet kivizsgálni, ezt meg is tudjuk nézni a hormonális háttértől kezdve, a petesejteket, a átjáratóságot, a méhnek az alakját, nagyon sok minden. Még egyszer mondom, ezt itt Nyíregyházán tudjuk, vagy tudtuk eddig is csinálni, most újra engedélyezik és végezhetjük. Én nagyon remélem, hogy ez megelégedettséggel fog eltölteni pacienseinket. Szerencsére jelenlegi egészségügyi kormányzat nagy mértékben támogatja. Tulajdonképpen a gyógyszereken nagyon nagy támogatás van, nem szeretnék összeeket mondani. Úgy mondom inkább, hogy régen egy ilyen procedúra, hogyha valaki belekezdett, és én régi magán intézetekben csinált, hát milliós tétel volt egy ilyenbe belefogni. Ma ez 100 000 forint alatti költség az összes minden beleszámolva, de esetek egy zömében még ennyibe sem kerül, hiszen az OEP, illetve hát a NEAK ezt támogatja, és benne van a biztosításban. Február 1-től tudjuk indítani ezt a, akkor tervezők indítani ezt a rendelést, az a engedélyek megjövetelétől függ. Ez a szülészet épületében a második emeleten lesz egy helyiség, illetve több helyiség kijelölve erre. Hetente kétszer, háromszor tudjuk fogadni őket. Először egy beszélgetés kapcsán, egy feltáró beszélgetés lesz, majd a megfelelő hormonális és egyéb kivizsgálásokat elvégezzük. Ha szükséges, a műtéteket, műtéti vatkásokat osztályon el tudjuk rendezni. Tehát gyakorlatilag ez így van jelentkezése, ugyanúgy, ahogy a van lehetőség a internetes előjegyzése a szülészet vonatkozásában, ott meg kell keresni a meddőségi szakrendelést. Annyi van, hogy ez tulajdonképpen nem beutaló köteles ellátást, tehát jelentkezhetnek. Az, hogy mikor tudjuk őket fogadni, ez természetesen a létszámtól is sok függen, hiszen 10 óra engedélyezett heti 10 órában fogjuk tudni rendelést meneszteni. Új ezredparancsnoka van a Magyar Honvédség, Vitéz Vattai Antal, második területvédelmi ezrednek. Vantal Zsolt ezredes, korábbi parancsnok, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter kinevezésének értelmében a Magyar Honvédség területvédelmi erők parancsnokságán lát el feladatokat a jövőben. Az ő helyét veszi át a vármegyei születésű Orosz Antal alezredes, akit most itt köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a tévénézőket. Gratulálok a kinevezéséhez. Hazámat szolgálom. Hogy fogadta a kinevezést? Hát kezdetben nehéz volt, mert ugye a családdal is össze kell ezt egyeztetni, ezt a dolgot, de ugye a katonáktól elvárás az, hogy rugalmasak legyenek ilyen téren is, tehát akár helyőrségváltással is járhat az, ha valakit magasabb beosztásba neveznek ki. Én ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert ugye Hajdú-Bihar megyében élek, Debrecentől délre Mikepércsen, és én nekem ilyen téren kedvező volt az a helyzet, hogy egy másik megyeszékhely közelében lesz a munkahelyem, és azt akár napi szinten is meg tudom oldani a bejárást. Tehát akkor napi szinten jár ide, a család nem költözött át, hanem nem, bejár. Nem. Azt árulja el nekem, hogy ugye hát ön azért azt el lehet mondani, hogy majd, hogy nem gyerekkora óta a honvédség kötelékében szolgál, hogy mi vitte rá? Igazából most is működik egy honvéd kadét program. Ehhez a programhoz hasonló működött már akkor, sajnos azóta megszűnt, és ezt éleszti most újra a Magyar Honvédség, hogy katonai középiskolák voltak és katonai kollégiumok rendszere, és én 15 éves koromban jelentkeztem egy ilyen katonai középiskolába. Még a 90-es évek elejéről. Még a 90-es évek elejéről beszélünk, 91-ben nyertem oda felvételt, és az volt a szempont, hogy én mindig is arra törekedtem, hogy legyen azért alternatíva a honvédség után is, és ott kaptam egy elektroműszerész szakmát is, és a szüleim ugye munkás családból származtak, azt mondták, hogy katonára mindig szükség van, és én ezért gondoltam azt, hogy ide ebbe a katonai középiskolába felvételezik, és ez az elektroműszerész szakma, ez meg igen kecsegtető volt, mert akkor azt mondták, hogy ez a jövő, ebben van a jövő.
De hát akkor az önjövője mégis másban volt. Igen, hát az az elektroműszerész szakma, ez nem nagyon jött be nekem. Viszont ezt követően lehetőségem volt katonai főiskolán tovább tanulni. Ott is arra törekedtem, hogy ott is legyen egy civil szakmám is. Ott a katonai főiskola adott nekem egy földmérőmérnöki diplomát is. Tehát ott kettő diplomát tudtunk egyben elvégezni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben, ami a hadsereggel kapcsolatos, tehát a szakmának a csinyát, binyát, ha nem is feltétlenül kitanultam, mert azért ez egy eléggé széles rétű, gondolom, de azért megismerte. Hát igen, és ezt igazából nekem mindig is az volt a hozzáállásom, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás. És igazából a szakmát azt csapatnál tudtam elsajátítani. Az volt a szerencsém, hogy 1999-ben kerültem ki csapathoz, a Bocskai Dandárhoz, és ott különböző beosztásokba tudtam magam fejleszteni, tudtam fejleszteni a nyelvtudásomat, tudtam fejleszteni a szakmai ismereteimet, nagyon sok gyakorlaton vettem részt, aztán nagyon sok gyakorlatot terveztem, NATO gyakorlatokat vezettem le. Többször voltam külszolgálaton is, háromszor voltam összesen, kettő alkalommal Koszovóban, egyszer Irakban voltam kontingens parancsnok, illetve nagyon sok hazai és nemzetközi gyakorlaton tudtam fejleszteni magamat, nemzetközi törzsekben tudtam olyan beosztást ellátni, ami a hazai beosztásomat nagyon megközelítette, és ezeket a tapasztalatokat is, ugye a NATO gyakorlatoknak a tapasztalatait, azt egyrészt haza tudtam hozni, beépíteni a saját gyakorlatok tervezésébe, illetve a saját beosztásomba tudtam felhasználni ezeket az ismereteket. Az érdekesség kedvéért árulja már el nekünk, vagy legalábbis mondjon néhány példát, hogy mi az, ami igazán megfogta önt a katonaságban, a hadseregben, mi az, amit nagyon kedvel, hát, melyik az a része? Hát ami megfogott, az ugye a közösség. Tehát mindig volt szerencsém olyan közösségbe dolgozni, ahol akár iskolába az osztálytársak között a közösség, akár a munkahelyen a közösség, az mindig egy nagyon jó, nagyon pozitív, nagyon támogató volt. Illetve én mindig szerettem azt, hogyha új kihívások vannak, új feladatok, új problémák, amiket meg kell oldani, és mindig olyan munkakörben voltam, hogy sose vált monotonná az. Sokszor már az volt a monoton, hogy állandó változás volt, és mindig különböző dolgokra kellett egyszerre párhuzamosan reagálni. Ahogy említette, azért külföldön is teljesített szolgálatot, tehát gondolom akkor ugye nem csak belföldön, hanem külföldi tapasztalatokkal is gazdagodott. Így van. A külszolgálatom első alkalommal 2006-ban voltam, akkor szakaszparancsnokként. Ezután, mikor hazakerültem, akkor törzsben kerültem beosztásra a hadműveleti főnökségen, és a következő misszióim az mindig kontingens parancsnok helyettesi voltak, úgyhogy ezzel úgymond fel tudtam építeni, a parancsnokaim is fel tudták építeni az én pályámat. Állandó változás alatt van a honvédség, a hadsereg, ezt azért tudjuk, hát voltak azért rosszabb idők, most pedig egy felmenő ág. Mi az új felmenő ágban, úgymond az irány? Mit ugye, tapasztal, hogyan tudom miért is változik állandóan a honvédség? Állandóan változik a biztonsági helyzet, állandóan változnak a hadviselésbe a technika, a haditechnika, állandóan változnak a haditechnikai eljárások. Ugye a magyar honvédség, hogyha meg akarja őrizni a potenciáját, akkor ezekre a változásokra, kihívásokra, ezre dinamikusan, sőt valami előrelátóan kell reagáljon. Ugye ez generálja azt, hogy a magyar honvédség is egy állandó szervezeti átalakításban van, és ugye a fő irány az új magas színvonalú technikai eszközöknek a beépítése a magyar honvédségbe, és az állománynak a növelése, mert ugye azt hozza az új háborús helyzeteknek az elemzése, hogy azért a humán erőforrásra azért még mindig szükség van. Tehát vannak egyes elméletek, hogy majd a mesterséges intelligencia át fogja venni a feladatoknak az egy részét, meg ugye már vannak
pilóta nélkül irányítható drónok, olyan robotok, de ahhoz mindig kell egy operátor, tehát a humán erőforrás még mindig megmarad. Az, hogy átalakulóban a hadsereg, átalakulóban a rendszer, ez pedig azt is jelzi, hogy ugye, ahol ön parancsnok, az bizony a kettes területvédelmi ezred, korábban 9 megye tartozott ezen ezred alá, és most már csak 3. Ezt hogyan tudná egyébként kommentálni, hogy miért van erre szükség? Tehát azért van szükség, mert ugye itt is egy növekedési pályára állt a honvédség, felismerte azt mind a politikai, mind a katonai felső vezetés, hogy egy békétől eltérő helyzetben nagyon sok tartalékosra van szükség. Igazából, ha a két világégés tapasztalatait megnézzük, akkor mindig a aktív állomány kezdte meg a háborút, de ők nagyon hamar ott maradtak sajnos a harcmezőn, és egy nagyon nagy számú tartalékos állomány volt az, akit hadszintérben be kellett vetni. És ugye ezt észleli a politika és katonai vezetés is nálunk is, és növelni kell a tartalékos állománynak a létszámát. Ugye 2023 évben történt meg az, hogy a korábbi 2 tartalékos ezred, ugye akkor is megvoltak megyénként, vármegyénként a tartalékos zászlajak, de az adminisztráció, a behívás, a katonáknak az adminisztrációs feladatai sokkal hatékonyabban elvégezhetőek akkor, hogyha régiónként, 3 megyénként egy-egy területvédelmi ezred került felállításra, és nyilván így megteremtődtek azok a feltételek is, hogy sokkal jobban fel fogjuk tudni tölteni majd a zászlajainkat, hatékonyabban tudjuk majd a behívást, a kiképzést, tervezést, illetve a gyakorlatainkat végrehajtani. Ezért volt szükség a területvédelmi erőknél erre a átalakításra, illetve 2024 évben újabb szervezeti átalakítás lesz, egy újabb irányvonal. A toborzás, ez még nem a vége. Ez nem a vége, tehát mi nekünk folyamatosan reagálnunk kell, tehát nálunk sose lesz vége a szervezeti átalakításnak. De mindez azt a célt szolgálja, hogy akkor nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat? Így van. Az idei átalakításnak az lesz a fő célja, hogy a toborzás és a hadkiegészítés, ezek a feladatkörök, ezek beintegrálásra kerülnek a területvédelmi tartalékos rendszerbe. Pontos azért, hogy egymást erősítve nem hogy összeadódnak majd az erőforrásaink, hanem meg tudjuk egymás erejét szorozni annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a toborzás, illetve minél hatékonyabban tudjuk megtartani a már bent lévő állományt, és kiképezni, felkészíteni a feladatrendszerre. Hogyan akarják azt elérni, hogy hatékonyabb legyen a toborzás? Pár héttel, hónappal ezelőtt azért lehetett látni óriás plakátokat, de gondolom nem csak ennyiben merül ki. Ugye a két kategóriát toborzunk jelentős mértékben, az egyik a szerződéses állomány, akik ugye az Embert a Vasra program keretében egy emelt bérezéshez juthatnak hozzá, hogyha vállalják, hogy részt vesznek a kiképzésen, és ők egy igen magas színvonalú, világszínvonalú haditechnikára tudnak ráülni, akár Hódmezővásárhelyen a 30-as dandárnál, vagy Tatán az 1-es dandárnál, ugye most a tüzéreszközre. Erre várjuk a fiatalokat, illetve továbbra is várjuk azokat a honvédelemért tenni akaró civil állampolgárokat, akik önkéntes területvédelmi tartalékos feladatot vállalnak a civil munkahelyük mellett. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm. Átlagosan 5 évvel emelkedhet a közös költségek havidíja Szabolcs-Szatmár-Berekben. A drágulás többek között a minimálbér és az alapanyagárak emelkedése okozza. Nyíregyházán a társasházak többségében jelenleg 6000 és 15000 forint közé esik a közös költség havi összege. Fontos, hogy az emelésről kizárólag a tulajdonosok dönthetnek. Az erről szóló közgyűlést a törvény szerint legkésőbb május 31-ig kell megtartani az adott lakó közösségben. Több tízezer embert érint csak Nyíregyházán a közös költségek várható emelkedése. A vármegyeszékhely társasházait is utolérte a drágulás, ami jó részt a minimálbérek és az alapanyagárak emelkedésének köszönhető. Az ország egyik legnagyobb lakásszövetkezetének és a térség egyik legjelentősebb társasházkezelőjének vezetője szerint a náluk kezelt ingatlanoknál átlagosan 20%-os áremelés várható.
Az emelések azok már januárban megkezdődtek, sajnálatos módon. Az, hogy mikor következik be egy-egy társasháznál, az ugye a közgyűlések megtartásának a függvénye, illetve a határozatoknak a függvénye. Ugye a közös költség csak akkor változhat, hogyha ezt közgyűlés jóvá hagyja. Az emelés mértékét is a közgyűlés hagyja jóvá, tehát a tulajdonosoknak a közössége tulajdonképpen. A közös képviselet ugye az egy ajánlatot tesz, egy számítást végez a beérkezett áremelkedések alapján. Ezt terjeszti ugye a közgyűlés elé, a tulajdonosok elé, és a tulajdonosok mérlegelik, hogy akkor mire van szükségük, miből tudnak lejjebb adni, milyen igényekből tudnak lejjebb adni, hajlandóak-e lejjebb adni, és akkor ez alapján eldönti a többség majd, hogy akkor mi legyen a közös költségnek a mértéke. Természetesen törvény azért kimondja, hogy legkésőbb május 31-ig meg kell tartani a beszámoló közgyűléseket. Ezen belül bármikor, tehát mi már most januárban is tartunk közgyűléseket, de nyilván az áremelkedések függvényében az a cél, hogy minél hamarabb. Ugye az SMS azért azt minden társaságnak az SMS az eltérhetettől a május 31-től, tehát ez nem egy rögzített, addig maximum meg kell tartani, de hát lehet hamarabb is természetesen, meg hát nem lehet minden háznak egyszerre. Ezért természetesen, ahogy a közgyűléseket a közös képviselő összehívja, az határozatképes, akkor ott már tudnak dönteni. Az előzetesen informálódott adatok alapján egész biztos, hogy való 20% körüli lesz az áremelkedések mértéke. Ugyan kevesebb az az épület, ahol alkalmazottak vannak, de ugye az alkalmazotti béreket azt akár tetszik, akár nem muszáj követnünk, tehát ott a minimálbért azt mindenképpen meg kell adni, ugye ez a házfelügyelős épületeknél, vagy a gondnokok vannak, azoknál jelentett problémát, az azért egy jelentős összeg, ugye alsóban 15% csak ez az egy tétel, de hát ugye a karbantartóknak az árai, az anyagárak, amik felmerülhetnek egy épületnél, mivel minden emelkedett, ezért az alsóban a 20%-os emelése azért mindenkinek számolnia kell. A két szervezet összesen körülbelül 400 épület kezelését bonyolítja Nyíregyházán. 10 000 lakásról beszélhetünk, és mindegyikre ugyanez vonatkozik. Most az teljesen mindegy, hogy lakásszövetkezeti épületről beszélünk, vagy társasházakról. Mind a kettő esetében ugyanúgy merülnek fel a közös költségek, a közös költség tartalma mindkét esetben ugyanazokból az elemekből áll. Tehát a lakásszövetkezeti épületeknél is hasonlóan fog ez működni, ugyanúgy a 20%-os emelés azért várható ott is. Nyíregyházán nagy a szórás. 6-tól 15 000 forintig terjed általában a közös költségek havi összege. Ezektől persze drágább is létezik. Mátészalkán van, ahol még 6 000 forint alatti a közös költség összege. Kétszobás lakás esetén olyan társasházban lehet ennyi a költség, ahol nem kér takarítást a lakóközösség. Ugyanez a szolgáltatással együtt már itt is minimum 7 000 forintot jelent havonta a tulajdonosoknak. Az emelés ennél a tételnél a 20%-ot is meghaladta. Mindenhol érzékelhető. A költségeket úgy gondolom, hogy illetve azt látom, hogy igazából az emelést elfogadták. Van még ugye a takarításnál ott 35 forint per négyzetméter volt, most felvittük 44-re, mert egyszerűen elő kellett teremteni azt a pénzügyi hátteret, ami a foglalkoztatásukhoz szükséges. A Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója szerint 2023-ban a Kata kivezetése miatt drágult leginkább a közös költség, idén pedig hasonló mértékű emelkedésre lehet számítani. Nagyobb emelés csak azoknál a lakóközösségeknél lehet szükséges, ahol évek óta nem történt változás a közös költség terén. Nagyon egyediek a társasházak, tehát az sem mindegy, hogy valahol, nekünk például van egy útkörünkben egy olyan társasház, ahol 18-ban volt utoljára emelés. Természetesen, ahol 18-ban volt utoljára emelés, ott 2023-ban 40%-os áremelkedéssel kellett ott a közös képviselőnek előhozakodnia, de ezt nyilván meg is értették a tulajdonosok. De hogyha egy társasházi közösség tudatosan minden évben odafigyelve a környezetnek az árváltozására emeli a közös költséget, akkor az indokolt közös költségemelés az nem éri el a 20%-ot.
Mi is olvastunk több ilyen rémhírt, hogy 30-40-50%-os áremelkedéssel számolnak bizonyos magukat szakértőnek hívó emberek. Alapvetően ez nem reális. Mi úgy látjuk, hogy mivel az energiaár növekedés közvetlenül nem érinti a társasházakat, tehát az áramfogyasztásban lényeges emelkedést nem tapasztaltunk pénzügyi szinten, valamint ahol a gázzal, tehát központi fűtéssel működik a társasházaknak, a lakásoknak a felmelegítése. Ott megfelelő a szabályozás, tehát ott még mindig ugye a kedvezményes áron kapják az árat. Valahol ugye 15-25% közé tehetjük azt a tudatos emelést, amit azért kell megtenni egy közösségnek, hogy a vállalkozói díjak és az alapanyagárak emelkedésével egy társasház lépést tarthasson. A közös költség tételei sok mindenben eltérhetnek a különböző társasházaknál, amit a legtöbb esetben tartalmaz, a rezsidíjak mellett az üzemeltetési díjak, utóbbiban többek között az anyagköltségek, karbantartás, lift használat és felügyelet, közös képviseleti díjak, adott esetben bérek is benne vannak. Ezek mellett felújítási alapot is képezhetnek a tulajdonosok. Közösségi tér és tanösvény épül Berkeszen. A több mint 180 millió forint értékű beruházás keretében egy multifunkciós rendezvényteret és egy 150 adagos közétkeztetési főzőkonyhát is kialakítanak. Az épületre a tervek szerint napelemet telepítenek, amelyek egész évben képesek megtermelni az épület hűtéséhez és fűtéséhez szükséges energiát. Ez a része lesz a rendezvény rész. A másik oldala pedig a konyha lesz. A hamarosan kezdődő fejlesztés helyszínét mutatja be Berkesz polgármestere. A 3 hektáros területen közösségi tér épül majd, amelyben konyhát és egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényteret alakítanak ki. Az építmény szomszédságában egy tanösvényt is terveznek. 2022-ben adtuk be a pályázatot, toppos pályázat, és a közösségi térrel kapcsolatban én szeretnék elmondani, hogy előtte már megépültettünk egy piacot. Mellette volt egy sportöltöző, ezeket felújítottuk. Van egy üres rész, amit vályogvetőgödörnek nevezünk. A berkesziek tudják, hogy mit jelent ez a vályogvetőgödör. Valamikor ugye a kisebbség, a cigányság ide költözött, és vályogot vetettek ezen a területen. Na most ezt a földkiosztásnál, ugye magánkézbe kerültek ezek a területek, és az önkormányzat ebből 3 hektárt visszavásárolt. Visszavásároltunk, és ezen a területen próbáljuk megépíteni a közösségi teret, vagy közösségi házat. Ennek a jellege egy konyhaépület lenne, és egy 100 fő befogadására alkalmas közösségi rész, nyílt tér, ahol bármilyen rendezvényt lehet szervezni. És a 2 hektáros területen belül, ahol a vályogvető gödör található, itt szeretnénk ugye egy tanösvényt létrehozni, és álmaink azért még vannak, tehát erre tovább is szeretnénk pályázni, nem csak ilyen tanösvény lenne, hanem szeretnénk azokat a mesterségeket megmutatni, felépíteni, hát valuhelyen tudják verem jelleggel, hogy esetleg egy cipész, egy kádár, milyen dolgozók, kik dolgoztak annak idején a faluban, milyen szakmák voltak. Ezen kívül a vályog vetést, hogy hogyan építették, hiszen a falunak nagyobb része innen került ki a lakásnak az építőanyaga, a vályog. És ez is kell a mai fiataloknak, hogy a történelmünket ismerjék meg a településen. A közösségi tér nagyon fontos lenne, hiszen a konyhánk az egy olyan konyha, ahol valamikor is tároló konyha volt, az óvodában található, és ez a konyha a mai szabványnak megfelelően 2023-22-24-ben nem megfelelő, és ezért próbáltunk egy a mostani igénynek megfelelő konyhára tervet beadni. Összességében a közösségi tért ez jelenti. Pénzösszegben ez bruttóban 272,4 millió forintot jelent. Megtörtént a közbeszerzése, nyílt közbeszerzés természetesen, ugye, és meg is van a pályázó, aki elvitte a pályázatot. 170 millió forinttal egy alapopciót, amiben az épületet fel lehet építeni, és úgy gondoltuk, hogy van benne 6 opció, ami azon kívül, az alapon kívül, hogyha be tudja vállalni és belemegy a közbeszerzésbe, akkor megépül, ha nem, akkor ugye nem tudjuk, mert a közbeszerzésbe csak annyi pénzünk van, amit nyertünk a pályázaton erre. Így végül is egyetlen egy a térkövezés az épület előtt marad el, többi opciók mindenben kerültek, úgyhogy örülünk nagyon, hogy ez megvalósításra kerül ebbe az évben.
Ezek már a látványtervek. A munkálatok a közeljövőben kezdődnek, a beruházás a tervek szerint idén novemberre készülhet el. A hamarosan induló fejlesztés mellett egy másik beruházás a végéhez közeledik a településen. Most pályáztunk ennek a belső berendezésére. Ebbe az egyelőre üres épületbe költözik vissza, várhatóan a következő hetekben az önkormányzat. Itt a teljes belső teret átalakították és felújították. Ezt teljesen átalakítottuk a mostani kornak megfelelően. Ugye nem volt mozgáskorlátozott WC, nem voltak irodahelyiségek olyan helyiségben, ahol nyugodtan tudtuk volna dolgozni, vagy nem volt egy étkező. Tehát a belső tér teljesen átalakult. Úgy gondolom, hogy esztétikailag is megfelel a magyar mostani követelményszintnek, és bízunk benne, hogy a benne dolgozók jó közeledettel fogják átvenni ezt a teret, és újabb erőben fognak benne dolgozni. A 34 millió forint a bruttó összeg, amit erre az épület belső felújítására költöttünk. Beköltözésünk 99,9%-ban van kész. Az internetet szeretnénk még kialakítani minden helyiségben, ez hiányzik, és lassan, fokozatosan az irattárral kezdjük, és ahogy tudunk. Illetve a mostani Magyar Faluban az épületnek a tárgyi felszereltségét szeretnénk bővíteni, és arra pályáztunk, hogy irodaasztalok, szekrények újak legyenek, már hogyha a belső tér új, akkor a régi dolgok, amik vannak, olyan dolgok, amik még a rendszerváltás idején, például a polgármesteri hivatalnak, a jegyzői szobáknak a berendezései 90-es évekből, szőnyegek akkortól valóak, tehát ezeket is szeretnénk egy kicsit felújítani, hogyha már itt vagyunk. Az önkormányzat tervei között szerepel a köztemető fejlesztése, a beruházás egy része, tavasszal már biztosan elkezdődhet. Ravatalozót szeretnénk felújítani mindenképpen, mert el vagyunk maradva, tehát ez is a 90-es években épült. Már javítottunk, ugye új hűtőt vettünk bele a ravatalozóban, de sajnos a mostani igényeknek nem megfelelő. Nincs egy megfelelő WC, nincsen fűtés benne, ezt mindenképpen szeretnénk beadni pályázatban. Ez is szerintem közel egy ilyen 50-60 millió forint értékben, mert át kell alakítani ahhoz, hogy ez menjen. Reméljük, hogy ha a Magyar Falu program újból megnyílik, és lehetőség lesz rá, akkor tudjuk biztosítani ezt is a településnek. Jelenleg, ami még futó pályázat, líderes pályázaton keresztül urnafal készülés épül. Ez a tavasz folyamán, mint a földnek a fagya kimegy, hozzákezdenek, és megkezdődik az urnafalnak a felépítése. Bízom benne, hogy a jó idő nyárára készen lesz. Ezen kívül megkezdtük most télen a fának a kitermelését a temetőn, és urnatemetőt szeretnénk a helyébe kialakítani. Ezek hatalmas nagy nyárfák, tehát balesetveszélyesek, ha jön egy vihar, akkor összetöri a sírhelyeket. Több kérés igény jött be a település részére, a lakosság részéről, hogy próbáljuk meg ezeket itt kivágni, most kivágjuk. És hát a fásítási programban, település fásítási programban pedig szeretnénk újból jelenteni. Nagy fákat kivágtuk, és fiatal kisebb fákkal pedig betelepítjük az urna helyek helyén is tudjuk biztosítani majd. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra szerdán este jelentkezünk, akkor többek között a méhnyakrák szűrések fontosságáról lesz majd szó. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!